Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Két érdekesebb hírt találtam, illetve kaptam az elmúlt hét során, ez az, amit szeretnék megosztani, nyilván mindenki hallott ezekről. Az egyik Franciaország szerepvállalása Azerbajdzsán örményország konfliktusban, a másik pedig az Egyesült Államok által a dél-kínai tengerre küldött hadihajó, és ezen lépések során kialakuló konfliktusok szerepe az, amit meg fogunk beszélni ezúttal, mielőtt nekivágunk ennek. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok. Infobaba, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Akik követik az Infobabel csatornát, vagy most már a weboldalt, akár a Yahoo! útját, azok tisztában vannak azzal, hogy én igyekszem évek óta figyelmeztetni az embereket arra, hogy ez az idő, ez el fog jönni, amit most tapasztalunk, ezek a nemzetközi konfliktusok, és egy ponton túl nem mondhatja azt senki, hogy ez mindig is így volt, ez mindig is így lesz, ugyanis nem állt rendelkezésünkre ez az infrastruktúra, technológia, ami most. És ezért hát a múltbéli háborúkat nem lehetett összehasonlítani azzal a fenyegetéssel, amivel szembe kell nézni az emberiségnek hamarosan. Megértem azt is, hogy sokak úgy vélik, hogy ez csak riogatás, félelemkeltés. Mindenki azt gondol, hisz vagy vél, amit csak akar. Én megosztom az információt, elmondom az én véleményemet erről, és igyekszem alátámasztani azt, a Biblia segítségével. Erre való a Yahoo! útja csatorna, ahol rengeteget foglalkozunk azzal, hogy mit is lehetne tenni azoknak, akik szeretnének tenni bármit is, mielőtt bekövetkezik az elkerülhetetlen. A legjobb, amit mindenki tehet, az az, hogy talál maga mellé hasonló gondolkodású embereket, és kialakít egy csoportot, egy olyan közösséget, amely egyfajta közös rendező elv vagy elvrendszer alapján működik, és hajlandó támogatni egymást ahol a tagok valóban közel kerülnek egymáshoz és fontosnak érzik egymás támogatását, segítését. Washington azonban továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy minden légi és vízi úton jelen legyen, ahol a nemzetközi jog ezt megengedi. It is a big idea. A new world order. Kína ezt a nyersanyagokban gazdag 3,5 millió négyzetkilométernyi dél-kínai tengerszint egészét magának követeli, és több hadi célokra kiépített szigetet hozott létre a vitazott területet? Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni, szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Aki figyelemmel követi a nemzetközi diplomáciai eseményeket, az láthatja, hogy az Egyesült Államok mindenhol folyamatosan csak szítja a feszültséget, de ez is a feladata. A világ legnagyobb hadseregével rendelkezik. Ezt a nagy hadsereget mozgásban kell tartani ahhoz, hogy megérje ugye mindezt az infrastruktúrát, meg eszköz és emberállományt fenntartani. És ez is az egyik oka annak, hogy örökös konfliktusban van az Egyesült Államok, hogy ezt mozgatni kell, valami értelme kell, hogy legyen, el kell használni azokat az anyagokat, hogy aztán újjal lehessen feltölteni a készleteket. Ez egy iparág, ugyanúgy, mint az összes többi. Nem tudom, hogy kerülheti ez el a többségnek a figyelmét, de a haditechnika ugyanúgy egy ipar, ami azért van, hogy nyereséget termeljen a részvényeseknek és a tulajdonosoknak, mint az egészségügy vagy a vallás. Le kell haingálni a bombákat ki kell lőni a rakétákat, meg a pisztolygolyókat, fel kell robbantani az aknákat, a tankokat, a tenger alatt járókat, a hajókat le kell selejtezni, mert jön a következő, hisz a technológia fejlődik. Hogy mutassak egy rövid bejátszást ennek alátámasztására. Right after 9-11, we've made the decision we're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said we're going to war with Iraq, why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. Mikor azt mondom, hogy színház az egész világ, most már érti mindenki, hogy miért mondom ezt, minden előre el van tervezve, és utána szolgáltatják nekünk az okokat, gyártják az okokat a média segítségével, hogy a közvélemény elfogadja a háborút. Páris persze megvádolta Azerbajdzsánt, hogy manipulációs tájékoztatási kampányt folytat, melynek célja Franciaország lejáratása. És elérkeztünk oda, hogy Magyarország miért is van ekkor a barátságban ezzel az országgal. A Szijjártó azt mondja, hogy sokakkal ellentétben nem földgáz barátságban vagyunk az Azerbajdzsánnal, hát persze, hogy nem, de azért nem jön rosszul nekünk, mint az olaj, meg földgáz, ami onnan érkezhet. How dare you? Szóval miről van szó, akkor mégis? Persze, hogy a nyersanyagról, meg az erőforrásokról. Földgáz, olaj, szén, minden, amire rá tudja tenni a kezét, a nyugat. Vájci látogatása befejeztével Bakuba utazott Orbán Viktor 168 óra november 23-án. Like bullshit. Hölgyeim és uraim, kérem nézzenek bele! Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a .hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobaba, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.